Mi az oka szerinted, hogy még mi mindig nem egyértelmű, hogy létezik egy színész szakszervezet Magyarországon? Én szerintem olyan titokban működünk. Szóval nem a nyilvánosság előtt dolgozunk. Ha mi írunk most az államtitkár úrnak egy levelet, az ügyben, hogy el akarták venni az ismétlési jogdíjat a színész a művészektől, tehát az egy zenészeket is érintette volna valamilyen módon, az nem publikus. Miért nem, nem tartjátok fontosnak, hogy publikus legyen? Azért, mert a dolog maga nem az újság cikkek szintjén dől el. Valamilyen háttéralkú, valamilyen fajta lobbizás, valakinek a támogatásának, a megszerzésekor úgy dől el. Igen, de a színészek is olvasnak újságokat, és lehet, hogy a, a ti munkátokat segíti, hogyha mondjuk azon keresztül kapnak visszajelzést. Négyszer kell elnökségülést tartani, arról mindig van egy ilyen híradás, tanában, már mondjuk Facebookon, ez új, én működésem alatt jött elő, hogy igenis jelen kell lennünk hogy mondjam, tehát olyan, mintha kérkednénk az eredményeinkkel, vagy kérkednék azzal, hogy mit csinálok, és milyen sok jót teszek én ezért a szakmáért, tudod? Ezt nem akarom. Engem megbíztak, és én is szolgálatnak tartom ezt. Tehát ez, ez a feladatot, tehát végül is ezt vállaltad el, most, ez nem kérkedés, hogy elmondod, Igen, hogy most meg volt, volt, volt egy ten. újraválasztás, volt egy kongresszusunk, itt újra választottak, és mielőtt ugye lemondtam volna, tehát le kellett zárni az elmúlt öt évet, akkor nem szégyeltem magam. Az ágazati kollektív szerződés az félbe maradt, azt félre kellett tenni, mert nehezebb ügy jött be, ugye megszüntették a tao Ez már évek óta ügy, szüntessük meg, most eljött az a pillanat, hogy megszüntették. És sokkal fontosabb volt a színházoknak az életben maradása, hogy mit fognak ők a tau helyet kapni, hiszen az már beépült az ő költségvetésükbe. És akkor mondtuk, hogy jó, az ágazat itt szüneteltessük, küzdjünk a színházak életért. Most ők meg is kaptak leveleket, hogy három részletben az elmúlt három év taujának az átlagát meg fogják kapni. Ez annak az eredménye, hogy a miniszterelnök úr azt ígérte a kulturális ágazatnak, hogy Amennyi a tau bevétel volt, az a pénz, az a kultúra rendelkezésére állít. A színházak és a kulturális intézményeknek a rendelkezésére áll. Ez 37,4 milliárd forint. Ez rengeteg. Ezt tudni kell, hogy a magyar színházak támogatottsága az 11-12 milliárd. Ez a 11 milliárd, ez a Ez a színházaknak jó, én nem tudom, zenekarok, minden azért, azok hozzájönnek, de a színházak támogatottsága ennyi. Tehát ez egy nagyon nagy pénz. Na most ennek egy részét költik arra, hogy Tau, lehet pályázni, azért foglalkoznak a függetlenekkel is, tehát a függetlenek is kapnak valamit. A szinkronosok nagyon jó, hogy léteznek. Őket én nagyon pártoltam, hogy hozzunk létre egy szinkron alapszervezetet. Úgy én is sokat szinkronizálok, és pontosan tudom, hogy milyen sok probléma van. Tehát elkezdett kapargatni, előjön a másik, a harmadik, a gyártásnak a pénze előjön a rendezők pénze, a dramaturgok, a, for, a vágók, tehát minden. a minden a stúdió bérlet, miért olyan sok, miért kapnak ilyen keveset, a másik miért megy alá egy stúdió elvállal valamit, és most hallottam, hogy forgattak egy, egy, egy sorozatot, és a másik stúdió azt mondta a megrendelőnek, hogy én 30%-kal kevesebb bért megcsinálom olyan nagy volumenű volt a szinkronnak a problémája, hogy azt láttam, hogy igenis kell valaki, aki csak ezzel foglalkozik. És igazam volt, mert én a SZIDOSZ elnökeként a figyelmem egy 34. részét, mert 33 alapszervezet van, és ő lennének a 34. hogyha én nekem kellene ezzel foglalkozni. A Zoli nagyszerűen csinálja. Nagyszerűen. Ebben nagyon sokat segít neki az EI, ott jogi tanácsokat kap, akkor van egy színész is én vagyok az elnökem, mert hogy a legnagyobb művész létszámot magának tudó szervezet, az vezeti a Színész Jogdíjbizottságot is az EI-ben, és tudunk támogatást adni arra, hogy valami fajta kutató munkát, vagy feltáró munkát, de komoly, tudományos feltáró munkát végezzenek a szinkron területén, illetve az egész magyar társadalmat utóbbi, nem tudom én, 89 óta, vagy 92 óta, amikor ugye megalakultak a stúdiók, a magánstúdiók, hogy azóta mi történt a társadalomban, mi történt a gazdasági fejlődésben, a bérek fejlődésében, és hol maradt el, és mennyivel maradt el a mi gázsink. A szinkron színészek, a szinkronizáló színészek gázsia, a rendezők, és miért van szinte ugyanazon a szinten. Nem akarom én a szinkront a francia filmmel összehasonlítani, de amikor a francia filmet elkezdte, illetve Franciaországot elkezdte bombázni, az amerikai film dömping elárasztotta Franciaországot, akkor a francia filmesek úgy érezték, hogy meg kell védeniük a francia filmet, és akkor megjelentek az Elizé Palota előtt, és a Mitterrand állítólag kiment az erkérés és megkérdezte, leintett, ott állt Jean Gaben, ott állt Alain Belmondo, Catherine Deneuve, Jean-Claude Brialy, és megkérdezte, nem a szakszervezeti vezető áltott, hogy őt nem ismerte volna föl, és megkérdezte, hogy mit akar itt ez a sok híres színész. És akkor a titkár mondta, hogy elnök úr, kérem, hát a szeretnék megvédeni a francia filmet, a francia nyelv első lehességét a beáramló amerikai dömpinggel szemben. Jó, jó, mondja meg nekik, hogy menjenek haza, el és, el lett ellett, ellett, és erre vár a magyar szinkron, hogy valaki azt mondja, hogy maguk menjenek haza, mert ők tudják, hogy hogy lehet ezt elintézni, hogy a magyar szinkron az magyar szinkron. Magyarul beszélnek, abban gyökerezünk. Nem véletlen, hogy az embernek föláll a szőr a kezén, a hátán, ha megszólal a magyar himnusz. Hát az az ivódik belénk, és a magyar nyelv az ugyanezt jelenti. Ennyit, ennyit erről. Tehát a művészetnek fölötte kell állnia a napi politikát. Tehát azért remélem, hogy ezt megértik, hogy ez nem, nem csatározás, tehát több pénzt akarunk, és fizes, az majd később jön. Az majd később jön, hogy mi van ezzel a pénzzel, amit mi nem kapunk meg 15, 20, 30 év óta nem emelkedik rendesen, csak nagyon-nagyon lassan az majd később Csak most ahhoz kellene segítség, amit a Zoliék nagyon jól kitaláltak. Most nem fogom tudni elsorolni, de az, hogy mindenki hozzáférhessen a szinkronizált filmekhez, a feliratos filmekhez, de mindenki saját maga dönthesse el, hogy éppen melyiket nézi. Vagy ha valaki azt mondja, hogy csak nézni tudom, Hallani, nem hallom, akkor olvashassa. Vagy hallani, hallom, de valaki majd meséli, hogy mit látok, akkor annak mondjuk legyen alámondva. Tehát még azt is meg kellene, mm -hmm. hogy, hogy mi történik a, a vásznon, mint egy színházi közvetítés. Szóval a lényeg az, hogy szinkronizált és feliratos filmek között is lehessen válogatni. És azt a fajta harcosságot, amit például az Ervin képviselt, azt mennyire lehet szerinted a színházi világra átvinni? mondjuk egy, egy szidosz kommunikációba beépíteni? Abban az esetben, hogyha a sztárok csatlakoznának a szidoszhoz, ilyen jelentős művészek, akkor lehetne, akkor lehetne valamit csinálni. Itt az a nagy baj, hogy a színészek is úgy érzik, és én is úgy érzem, ez már Iglódi István óta, Isten nyugasztalja van így velem, hogy előadás nem maradhat el. Tehát, hogyha probléma van egy társulaton belül, akkor azért nem lehet a közönséget büntetni. Van nagyon jó igazgatónk is vidéki színháznál, aki nagyon jól megértette a szakszervezeti létet, hogy azt mondta, hogy te vagy az elnök, akkor majd jössz velem az önkormányzathoz, és megpróbálunk nektek bérre több pénzt kiharcolni. Együtt. Tehát az igazgató és a, a, szakszervezeti vezetőnek, vagy a szakszervezetnek a, az érdekei találkoznak. És ezért szeretnék egy ágazatit is csinálni, hogy ez egy párbeszédet jelentene. Tehát a SZIDOSZ, mint országos szervezet, kötne egy szerződést a Teátrumi Társaság és a Magyar Színházi Társasággal, aminek az, 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 egyik legfontosabb pontja, hogy évente visszatérünk erre a szerződésre. Ezután is vállalható, jól működik tőle a színház, az maradhat, ami rossz, ami gátol minket, arról újra Tárgyaljunk, akkor újra tárgyaljuk. Mi pedig azt tudjuk mondani, hogy és akkor, most ebben az évben hány százalékos vélemelésre is tetszett így együtt gondolni? Erre egy gazdasági igazgató azt mondta, hogy hát ez, ez teljesen életszerűtlen, ez életszerűtlen. Mondom mi? Az csak a színész nem ül le, nem mer leülni évente tárgyalni, hogy legalább ötöt vagy 10 Az, hogy 15 20 emeljetek egy évben, azért, hogy megbecsültök engem. Nem fogja kérni, mert örül, hogy van szerződése. Mert munkanélküliség van, mert rögtön találnak helyette. És ezért kellene egy olyan, amit azt mondom, hogy leül is akkor az egész országra nézve valami átlagos százalék. Nem sok, ez 3-4 százalék. Szóval három év alatt már tíz. 12 százalék is lehet az emelés, és akkor nem maradunk így le ilyen kezdeményező típus vagyok. Tehát csináltunk egy Básti Lajos díjat a posztra, hogy a szakszervezet elnöksége átad egy díjat. Básti Lajos tiszteletbeli elnöke volt. Nem volt elnöke, de tiszteletbeli elnöke volt a, a Szidosznak, a Színházi Dolgozók Szakszervezetének. És az ő emlékre beszéltünk Julival, Básti Julival, engedélyt kértünk rá, ő örült is neki, és mondta, hogy persze, hát, hogyha egy díjjal őrizzük az édesapja emlékét, minden évben egy színésznek adtuk, és most már kettőnek adjuk, egy férfi és egy női alakítást. Adjuk. Mivel én azt gondolom, hogy egy ilyen országos megmérettetésen minél több ember kapjon valami fajta elismerést. Megszületett egy művész járadék. Ott három évig jártunk az MMA-ba, a maszkal, a színházi társasággal, nagyon sok a közösen, és kértük, hogy azt próbáljuk megoldani, hogy színészek elfelejtettek társadalombiztosítást, nyugdíjjárulékot fizetni saját maguk után. Elmentek 25 év után akkor engedményes, a művész nyugdíjba, és akkor erre kijött egy művész járadék elnevezésű díj, és ez élethosszig tartó díjazás. Mellette mi megpróbáltunk olyanoknak kitalálni a egy Színész Jogdíj Bizottságában egy olyan díjat, ami független a díjaktól. Én nagyon sokat voltam vidéken, és ott ragyogó 40 éves színészekkel találkoztam, amikor 20 éves voltam. Majd amikor 40-50 lettem, ezt szóval csak hallom, hogy ő mennyire rosszul él, hogy kevés a nyugdíja, hogy nyomorog, vagy még a nyomorok szó nem hangzott el, de pont elég, hiszen a fényben, a csillogásban volt, és én is fölnéztem rá, tehát ő valaki volt abban a városban, és ott is maradt. 12 embernek tudtunk volna elkülöníteni pénzt, hogy olyan havi 50 ezeret mondjunk abból a pénzből, ami rendelkezésünk rá. És erre a kezdeményezésre az EI, az előadóműszi Jogvédő iroda kitalálta, hogy nyugdíjkiegészítő segélyt ad azoknak, akiknek 114 ezer forint alatt van a nyugdíjuk, 65 évet betöltötték, és bizonyos felvételeket, tehát filmen szerepeltek, színházi felvételekkel szerepeltek, egészségi állapottól, kortól, tehát születési dátumtól is függ, tehát vannak ilyen általános, ilyen objektív, mm -hmm. objektív szempontok, azzal kijön egy bizonyos pénz, és akkor a színész bizottság. Valamennyire módosíthatja, hát inkább fölfelé, mint lefelé, de mi módosíthattuk ezt a dolgot, fölkerekíthettük. Uh -huh. És ezt kérlek szépen, 300 emberre hirdették meg, és most 240 emberi, most megvan. Ez két forduló volt, szépen. és 240 embernek tudnak adni. Csak azért, hogy érts, hogy hogy elindult egy kezdeményezés, és akkor egy másik kezdeményezés sokkal nagyobb tőkerővel, ez betudta ezt a dolgot, tömni, ezt meg tudta oldani uh -huh. ennek a sok embernek a problémát. Mi az, amire a leginkább büszkébb lennél, vagy büszke lennél a, ennek a ciklusnak a végén, hogyha sikerül? A ágazati kollektív szerződésen ülhetnék, és azt mondom, hogy igen.